És milyen ételeket főztek maguknak? Hát ugye húsleves nem nagyon főtt. Általában lebencsleves, pirító vagy pirítatlanul, paprikás krumpli. Aztán még abban az időben ismerték a köles kását is. Tejbe kása, vagy tejbe tészta, szalonna. Ugye hetenként a számadó hazajött kajáért, kenyérért, szalonnáért. Ő akkor itthon a feleség főzött egy nagy kanna borsót, vagy pazúj, babbujás, bablevest, egy-egy sülköt mindenkinek, azt akkor az volt a vacsora, akkor este. Máskor meg, amit elsoroltam, vagy slambot, ilyesmi, vagy szalonnasütés. Úgyhogy túl nagy választék nem volt. Hát abban az idejében ugye a lebencset is úgy főzték, hogy a zsír legalább 2 mm vastagság volt rajta, úgyhogy az nem hűlt el, addig még ki nem kanaloztuk, addig mindig bele van. A zsírt ugye nem tudott hűlni. Egy nagy karé kenyér, nagy karé, úgy ettük. Ahányan voltunk, körülültük a bográt középen, úgy mindenki csak maga elő ehetett. Nem nyúlkálok rá a másik oldalba, hogy hát majd olyan kotorázok. Úgyhogy mindenkinek megvolt az ülőhelye is, hova ül. Úgyhogy... Akkor szigorú katonás rend volt. Hányan ültek így együtt, így egy kondér körül? Hát itt a kisvénesnél ugye 3 vagy 4 ültünk mindig.